A biztos bennmaradást megcélozva vágott neki a 2016-2017-es szezonnak az NB1-es nyírbátori férfi asztali tenisz csapat. Bár a bajnokság első fele nem úgy alakult, ahogyan azt a vezetők elképzelték, végül maga biztosan hosszabbította meg NB1-es tagságát a bátor. Kővári Balázsék 6 győzelemmel, 3 döntetlennel és 9 vereséggel a 7. helyen végeztek a 10 csapatot számláló mezőnyben. Az ősz az egy kicsit nyögvenyelősre sikerült, akkor nem úgy jöttek a mérkőzések, mint ahogy szerettük volna. És tavasszal egy nagyot kellett hajrázni ahhoz, hogy ez a biztos bennmaradás sikerüljön. Azt gondolom, hogy mindenki fölnőtt a feladathoz. Itt elsősorban Kővári Balázs és Molnár Dávid az, aki igen sokat tett a csapatért. A Molnár Dávid a 44%-os őszi teljesítményét felhozta 59%-ra, vagyis a tavasszal közel 80%-os eredményt produkált. Kővári Balázs pedig a mezőny második legeredményesebb játékosa lett, de a Bánhidi Emil és a Kővári, illetve Benyavszki Gábor is, amikor csak kellett, akkor hozzá tudott tenni fontos mérkőzéseket. Július 13-ától 23-áig Portugália ad otthont a sportág ifjúsági Európa-bajnokságának. A nyírbátori egyesületet a lányoknál Tülgyes Dorottya, a fiúknál pedig Molnár Dávid képviseli a kontinens viadalon. Dönci ki kifejezetten nagyon meg is érdemli, mert ő neki egy nagyon régi vágya teljesült azzal, hogy a Európa-bajnokságon részt vegyen. Több nemzetközi versenyen vett részt ez idáig, de az Európa-bajnokságra még nem sikerült kijutni. Most az elmúlt 1-1,5 évben mindent megtett azért, hogy eredményes is legyen, az edzés munkájával sem volt semmi gond. Ennek az eredménye az, hogy biztos utazó csapattag lett. A Tölgyes Dorottya pedig a elmúlt fél éves teljesítmény alapján, valamint volt egy válogató verseny, ott bizonyította be azt, hogy igen, ő a jövőnek az egyik meghatározó utánpótlás korcsoportú játékosa lehet, és kivívta edzői garnitúrának a tiszteletét, és megkapta azt a bizalmat, hogy ő is tagja lehessen az Európa-bajnoki utazó csapatnak. A nyírbátoriak júliusban elkezdik a felkészülést a következő szezonra. Csekő Sándor elmondása szerint az új bajnokságban egy olyan csapat indul majd az NB1-ben, amelynek legfiatalabb játékosa 15, legidősebb játékosa pedig 20 éves lesz.